Nagyon szép, boldog és derűs május estét kívánok Önöknek, kedves nézők! Remélem, hogy mindenki a tegnapi intálmáimnak megfelelően követi az időjárást. Enyhén szóval nem is májusi, hanem áprilisi rapszodikus változásait, és ezzel együtt mindenkinek jó egészséget kívánok. Tartsanak velünk, hölgyeim és uraim, mind a mellett és annak ellenére, hogy a mai beszélgetést is felvételről láthatjuk, de hát, ahogy tegnap is jeleztem már, az élet olyannyira besűrűsödött, jobban, mint a madártej szokott olykor, hogy gyakorlatilag így érnek rá kedves vendégeink, viszont ma sem fognak unatkozni, mert egy olyan jeles eseményről, jeles hagyományáról beszélünk, Szarvasvárosa egészének, amely nélkül elképzelhetetlen a május vége, nevezetesen ez nem más, nem kisebb esemény, mint a Városi Gyermeknap, és ennek felelős gazdája az utóbbi évek tekintetében, nem is tudom hány esztendeje, Kugyeláné Décsei Mónika. Köszönöm szépen, Mónika, hogy elfogadtad meghívásunkat, és akkor nincs más hátra, mint előre bele is pendítünk a gyereknap közepébe. Hoztál magaddal nagyon szép színes szóróanyagot, plakátot, nagyon takaros, hangulatos, vidám és kedvet csináló. Köszöntelek, János, én is, és a televízió nézőit. Így van, bizonyára sokaknak már ismerős, és itt azért meg is mutatom a kamerának, erről a szóróanyagról beszélek, ami plakát formájában is, szórólapon és az online felületeken is elérhető, és igazándiból próbálja zanzásítani a gyermeknapi programsort. Bizonyára sokan tudják, a szarvasiak, a szarvas környékiek tudják, hiszen ezek a gyermeknapi rendezvények azért mindig sorba rendezetten vannak itt a települések között. Békés-Szentadás, Csabacsűd, Szarvas, más-más napokon nagyon tartja. Sportszerűen. És ez azért is nagyon fontos, hiszen gyerekekről beszélünk, programokról beszélünk, tehát ha szervezünk valamit, akkor minél több helyszínen, minél több felé elmehessenek, és játszhassanak a gyerekek, és szülők, a családok. Azt nem tudom fejből most megmondani, hogy Szent András hogy intézkedett, azt viszont tudom, hogy Csabacsűd ezen a hétvégén tartja a gyermeknapi hagyományos rendezvényét. Így van, és a Körösmarasi Nemzeti is, Park is máskor, és az Arborétum is teljesen így más időpontban gyermeknapozik. Nagyon jó. Szarvason minden esetre ez a szombati nap, május 25-e lesz a gyermeknapi rendezvények napja, és délután 1 órától este 7 óráig lehet folyamatosan játszani. És hagyományosan a Grundon. Hagyományosan a Grunda helyszíne, a Grund és a játszótér kapta most meg ezt a területrészt a programokra, és azt merem mondani, hogy az összeszedett programok és az összerakott program sorban tényleg lehet találni akár 2-3 órányi elfoglaltságot. Nagyszerű. És az időjárás előjelzés is azt mutatja, hogy azon a hétvégén derült lesz az idő, napsütés, esetleg. Bízunk benne, hogy az idő jó sok. Fogja eső elmosni, így legyen. Jó, akkor nézzük sorba, hogy mit kínáltok. A programok között ugye megszokhatták a szarvasiak, hogy egyrészt egy nagy sátrat felállítunk, és a színpadunkon zajlanak majd a különböző fellépőknek az eseményei, de emellett a terület minden négyzetméterét felhasználjuk, és oda különböző játékokat, különböző vetélkedőket, versenyeket telepítünk le, amiben be lehet kapcsolódni. Igen. Nekem koncepcióm az, hogy ez egy eleven gyereknap legyen, tehát ne csak... Hát a plakát címéből adódóan, meg ne csak kínáljuk a programokat, és meg lehessen nézni, meg lehessen tekinteni őket, hanem nagyon fontos az, hiszen gyerekek jönnek ide a szüleikkel, hogy ebben részt lehessen venni, játszani lehessen, hiszen az ad egy napnak nagyon nagy elismerést. Igen. Egy órától indul a program a színpadon, és akkor először erről egy pár gondolatot. A színpadi programjainkban elsősorban zenei programokat helyeztünk fel, hiszen ez egy ricsajos nap. Így van, így van. Egy nagyon ricsajos nap, amikor minden kicsitől a nagyig hangzavar van, sokan jönnek el, mindenki játszik, tehát nincs értelme csendes elmélyülés szolgáló programoknak helyet adnunk.
Így aztán megszólítottuk azokat a civil szervezeteket, leginkább mozgásos csoportokat, akik gyerekeket fognak össze. Igen. Nagyon nem is kell őket szólítani, hiszen borzalmasan szívesen jönnek, és ők szeretnének a csoportjukkal fellépni, mert egy ilyen alkalmon megmutatkozhatnak a kicsik, a nagyobbak, a különböző sportágakban. Úgyhogy a modern tánc képviseli itt majd a fő csapásirányt, és a modern táncon belül a mazsorettől, a társas táncig, a hip-hopon keresztül, különböző fitness mozgásokig és az aerobikig minden benne van. Az összes olyan egyesület, de elsorolom őket, a Babylon TS-e kezdi, a Fit Life Team kezdi ezt a bemutató sort. Utána a Vértesi és a Silver közösen ad egy ilyen 15 perces produkciót, a Dalma Dance Club és a Blue Gym Aerobic Egyesület hozza el a népes csapatát, és mindannyian körülbelül egy 15-20 perces kis műsorblokkot adnak elő, most mutasd meg címmel. Itt mindig a szülőket és a testvéreket, nagyszülőket várjuk, hiszen azért ez nagyon nagy dolog, főként hát, egy kicsinek, mondjuk egy ovisnak, aki a Dalmába táncol, anyukája, apukája, hogy egy nagy színpadon egy koreográfiát a többiekkel bemutat. Úgyhogy sok-sok tapsos kézre van szükségünk, jöjjenek minél többen és nézzék meg őket. Igen. Az első blokk az 13 órakor kezdődik, a második blokk pedig 15 óra 30-kor. Két zenekart hívtam meg erre az idei gyereknapra, az egyik a Lóca együttes, a másik pedig a Csimota zenekar. Honnan jönnek? Lócai. És a lócások Kecskemét környékéről jönnek. Összességében nagyon sok fellépő és műsort hozó Kecskemét környékéről jön. Én szeretem őket egyébként, mert nagyon jó produkciókkal érkeznek, és nincsenek is messze. Ez a Lóca együttes azért lesz a szívemhez, és remélem minél több ember szívéhez közeli, hiszen egy nagyon fiatalos csapat, élő akusztikus hangszereken fognak játszani, a furujától, a népi hangszereken keresztül, tehát egy nagyon szép minőségi muzsikát, ami vidám muzsika lesz, tehát ne gondoljunk arra, hogy csak népi, lesznek gyermekdalokat adnak elő, de akusztikus hangszereken. Egy jó, aranyos, kedves kis műsor lesz, ami fülünknek is kedvező. És a Csimotájék, ők pedig a Csimota zenekar viszont egy nagyon vicces, jópofa muzsikát játszik majd, és ott ők aztán beöltöznek különféle jelmezekbe, azt de jó egy teszik. Vidám, vidám, hangulatos, vicces, azt hiszem az a legjobb szó, hogy vicces muzsikát adnak elő, amire lehet táncolni a gyerekeknek. Nincs messze még az időpontját, elmondom, a lócásokat, a Lóca zenekar 14 órától lehet meghallgatni, a Csimotájék pedig 18 órakor, mint egy kicsit zenésen zárják majd a műsorblokkot. És hogy zene, mert azért a zene végig képviseli magát az egész gyermeknapon, nem maradhatnak ki a művészeti diákok ebből a blokkból, és a citera szakkörösök sem, akik azért szeretnek ilyenkor szintén a színpadokra hát fellépni. Is nekik is lesz egy ilyen 15 perces blokkjuk, méghozzá a zene napja kapcsán, ami kötődik már egy jó néhány éve ehhez a programsorhoz. 17 órakor kerülnek ők a színpadra, és nekik is mindig azt mondom, hogy sok-sok tapsos kezet kérünk, hiszen az a gyerek, aki a művészeti alapiskolában hangszeren tanul, azért az nagyon nagy erőfeszítés egy iskolai követelmény teljesítése mellett. Így van, és hát megérdemli, hogy... Megérdemli, hogy tapsoljuk, köszöntsük, és azt a kis produkciót, amit egy nagyon hosszas gyakorlás után megtanult, azt meg tudja itt mutatni pont a gyereknapon. A színpadi programok között még nem mondtam el, és azt gondolom, hogy fontos részét képezik, az kettő blokkban egy bűvész produkció, akit Anzelmónak hívnak, az Anzelmó Bohóc bűvész látogat hozzánk, és két blokkban 15 órától és 16 óra 30-tól mutatja be azokat a művész mutatványokat, amit jó lesz ellesni tőle, és reménykedjünk, hogy mi is otthon majd meg tudunk a gyerekekkel biztos csinálni. Anzelmóról egyébként tudni kell, hogy ő lufi hajtogató is egyben, tehát lufit is fog a területen hajtogatni, lufiról készült állatkákat is hozza a gyerekeknek. A színpadi programok mellett pedig sok olyan játékos esemény van, amiben végig a 13 és 19 óra között be lehet kapcsolódni.
de kezdem a zenével. Bárki kötetlenül, bármikor csatlakozhat. De kezdem a zenével, jó. Mert az előbb ugye a zenével hagytuk abba, igen, és hogyha igen. Muzsika, akkor lesz egy érdekesség még itt ezen a gyereknapon. Hangolóra nevezetű programot kértünk, hogy jöjjenek el Szarvasra, és mutatkozzanak meg. Ez egy olyan projekt, amivel járja az országot egy csapat, és úgy tudnak kapcsolódni rendezvényekhez, hogy 3-4, 2-3 hangszert elhoznak, ami a gyerekek fülére fülhallgatóval hangosított. Igen. Tehát a kültéri zajokban ez nem jelent problémát, és hangszereket hoznak el, amit ki lehet próbálni. Elektronikus hangszerekről beszélünk. És ilyen hangolóra programra egész délután lehetőség lesz, hogy kipróbálhassák a kreatív tudásukkal. Így lehet dobolni, egy zongorát állítunk ki, amit ki lehet próbálni, és egy elektromos gitárt megszólaltatni. Akinek már zenei tudása, vagy valamiféle alaptudása van hozzá, az profi módon oda tud ülni ezeket a hangszereket. Aki meg nincs, most fogja kipróbálni. És ez lesz a különlegesség, hogy amit játszik, az csak ő hallja, hiszen egy fülhallgatót tesznek majd a fülére. A zene mellett nem maradhatnak ki a piros lábasos nosztalgia játék, amit azért így megemlítenék a retro feeling jegyébe. Sokan szeretik azokat, és ha kisétálunk a piacra, nem tudom, János, te jártál-e ott, ezeket a piros pöttyös kistálakat, fazekakat mostanában előszeretettel viszik. Igen, nagyon szeretik újból. Na, hasonló eszközök, hasonló főzési alkalmatosságokat hoz el ez a csapat ide Szarvasra. Az lesz a lényege, hogy ezzel aztán gyerekek játszhatnak mindenféle dolgot. De nem csak főzni lehet majd bennük, idézőjelben, játéktevékenységben, hanem ezeket meg lehet szólaltatni is. Tehát csörömpöldék lesznek, kutyulni, kavarni, játéktevékenységbe be lehet vonni ezeket a piros lábasos nosztalgia játékokat. Igen. És természetesen sok-sok játékmester. Sőt, még azt olvastam, belenőttem, hogy még malmozni is lehet. Malmozni is lehet, mert ezen kívül sok olyan játékot hoznak, amelyben a piros pötty valamilyen módon visszaköszön. Igen. Úgyhogy retro feelingben leszünk. A mi kézműveseink viszont éppen ezért piros pötty és babos kendőt kötnek majd a nyakukra, és ott kézműves foglalkozás, kézműves kuckó keretében, szintén a retro jegyében lehet majd alkotni a sátrak alatt. Nem maradhatnak ki a fiúk, mert ugye, hogyha a lányok főzőcskéznek, akkor a fiúk természetesen a lovagi tornában hát ők harcolni szeretnének. Kardoznak. Úgyhogy nagyon jónak tűnik az a program, amiben ilyen lovagi teljesítményeket kell majd előszedni a gyerekekből. Például a koszorúk kardélre hányása. Nagyon nehéz, tehát nem egy könnyű feladat, pontosan. De valószínűleg fakardokra lehet ezeket a koszorúkat felhányni. Igen. Ezen kívül vesző paripán lehet lovagolni, és különböző célba dobó akadály pályákon kell a lovagoknak végigverekedniük magukat. Igen. Valószínűleg közös harcra is sor kerül, de mindezt ugyanúgy animátorok fogják segíteni ezt a játékpályát. Hát ez izgalmas, ez a koszorú kardélre hányás, ugye megvolt ennek a középkori lakodalmakban módszertana, mert hogy a új asszony fejéről kellett a, amit ma időszakban minek nevezzük, kontyolás idején, ugye, mielőtt a boldog vőlegény elvitte, hogy férjem uram magával az asszonyt, tehát akkor a vőfének a éles karddal kellett a koszorút levágni a fejéről. Hát ez van, amikor ugye némi vegymintavétel után, hogy ez nehézségeket okozhatott, de azért általában ügyes vívók jelentkeztek őfének, és levágták a koszorút. Tehát valami hasonlót játszanak a gyerekek. Bízunk benne, hogy itt is azért sikerül majd ezeket a próbatételeket kiállniuk a fiúknak és a lányoknak is, hiszen hát lesz lány is, aki ezt kipróbálja. Biztos, akadálya minden esetre nincsen. Elmondanám, hogy lesznek ügyességi feladatok, például
egyensúlyozós feladatok, jaj, aki már próbálta a slackline-t, az tudhatja, hogy egy gumikötél, ami kb. 8-10 cm széles gumikötelet kötnek ki mondjuk két oszlop vagy fa közé, és ezen a gumikötélen, azért ez egy erős gumikötél, ezen kell egyensúlyozva egyrészt végig sétálni kezdetben, másrészt pedig különböző lábemeléseket, karemeléseket és egyéb mutatványokat lehet csinálni. Fontos az, hogy itt ugye megtartsa az egyensúlyát az, aki ezt kipróbálja. Mindenesetre nagyon jó koncentrációs gyakorlat. Gondolom, hogy ez nem nagyon magasan lesz a helyezve. Abszolút nem, főként alacsonyan, tehát a földtől mindössze egy 30 cm-re maximum, tehát leesni így csak nem esünk, csak lehuppanunk, vagy félrelépünk, mellé lépünk. De ezt ki lehet próbálni, ez nagyon jó egyensúlyozó felnőttnek és gyereknek nagyon jó. Egyaránt. A légvár az, ami elmaradhatatlan, és ott is van mit egyensúlyozni, van legyőzni a távolságot és a különböző méreteket. Nem említettem még, hogy nagyon szép számmal érkeznek majd arcfestők, őket is szeretik a területen, főként a legkisebbek. Ahogy mondtam, lufi hajtogatók is jönnek, a kézművesek. Aszfalt rajzversenyt is tavaly évben aztán nem hirdettünk, most idén hirdettünk, és most annyi lesz a különbség, hogy vagy segítjük a rajzolni szeretőket egy-egy témakártya húzásával, az is egy jó ötletet adtam. Vagy pedig, ha már valakinek kialakult elképzelése van, akkor azt festi meg, mondjuk egy négyzetméteres területen a grunnak a hátsó részén. Fontos, hogy ebbe azért minél többen vegyenek részt, hiszen a jutalmazás az mindig megvan. A jutalmazás úgy, mint az aszfaltrajzversenynél, és úgy, mint az összes játéknál, a nap végén történik, méghozzá a Csimota zenekart követően 19 órakor lesz egy eredményhirdetésünk, a legjobb aszfaltrajzok között hirdetünk vetélkedőt, de ugye megszokhatták már egy pár éve Szarvas legjobb gyerekzsarúja versenyét hirdettük meg, ami az idei évben sok új játékelemmel fog gazdagodni, és várjuk tovább már is majd azokat a gyerekeket, akik ezen a 8-as pályán végig verekedik magukat, végig ügyeskedik magukat, és a nap végén pedig azt gondolom, hogy szép kis értékes jutalmakat tudunk átadni azoknak, akik a legtöbb pontot gyűjtik. Majd aztán a Szarvas legjobb gyerek zsaruját fogjuk kiemelni, aki valószínűleg egy gyerkőc lesz, és villogó rendőr autó megszokott módon azért körbeviszi a városban ezeket a gyerekeket, a legügyesebbeket. Nem említettem még, de része akár ezeknek a vetélkedőknek az a mobil kressz pálya is, amit már tavaly felállítottunk, és most egy picit nagyobb területet adunk ennek, hogy ne csak rollerrel, hanem kerékpárral is végig lehessen járni. Azt nagyon jól teszitek, hogy ezt is kívánok. Kisebb méretű kerékpárokkal lehet majd ezt végig járni, de azért, ha meg tudjuk bővíteni a területet... Mi lesz a módszertan, gyerek hozza magával a kerékpárt? Első körben azt gondolom, hogy nem kell, hogy hozza magával, mert vannak kerékpárok. És ezeket a kerékpárokat fogjuk odaadni. Ugye a terület miatt fontos, hogy nem lehet annyi kerékpárt beengedni a pályára, hogy azok egészségesen végig tudjanak menni. Tehát a meglévő kerékpárokra hagyatkozva ezt váltásba fogják a gyerekek megkapni, és végig mehetnek ezeken a pálya hosszakon, és ott különböző feladatokat kell majd végig csinálniuk. Ehhez kapcsolódik majd egy érdekesebb show, egy kerékpársó, ami 17 óra 30-kor kezdődik, és ott már a legügyesebbek azok, akik ezt profi szinten űzik, olyan felnőttek, vagy 18 éves nagy diákok mutatnak be különböző magasságokban kerékpár attrakciókat, ami látványos és nagyon izgalmas tud lenni. Ennek a kezdési időpontja, tehát 17.30, ez kb. 18 óráig egy fél órás program fog tartani. És még mindig mozgás, és itt a foci jön be, mert sok gyerek focizik Szarvason, nagyon sokan ügyesek is. Mi egy fiatal srácot hívtunk el, aki egy foci freestyle bemutatót tart majd a rendezvényen. Ennek 4 óra lesz a kezdőidőpontja, és fontos tudni, hogy sok labdát hoz majd a srác, és ezzel a labdával, miután ő mutatott valamit, azért egy közös freestyle-zozásra hívja majd a srácokat, a fiúkat. Tehát mindenki bemutathatja azokat a dekázási, meg egyéb ügyeskedéseit, amit esetleg tud, vagy lehet, hogy jobban tud, mint aki a bemutatót tartja. És nem beszéltem azokról az érdekességekről, ami ugyancsak a területen lesz, és ez
pedig a sok-sok finomság. Bizony, mert ez aztán tényleg hozzátartozik. Hozzátartozik ahhoz, hogy ilyenkor eszemiszom, igen, és igen. Kóstolás van minden szinten, hiszen a gyerekeknek azért ilyenkor a legjobb finomságokat szoktuk adni. Tesszük ezt kétféle módon. Lehetőséget biztosítottunk szervezeteknek, hogy elhozzák a portékájukat, tehát lesznek kirakodóink, igen. Akik a területen hoznak vattacukortól kezdve, kürtős kalácson át, kenyérlángoson keresztül, hotdogon át mindenféle igen, finomságot, igen. Fagyit, és ugye az elmaradhatatlan része. És emellett az Élelmiszerbank jóvoltából érkeznek hozzánk a családsegítős kollégák, akik a jól megszokott módon kínálnak majd ajándékokat, igen, élelmiszereket. Igen. Ezt még ilyenkor nem szoktuk tudni, hogy mi az, mi lesz hát az, legyen meglepetés. De ez meglepetés igen. része. Természetesen fánkfaló sátor ismét lesz, Mona. Ahol minimum 500 darab fánkot sütnek le a mozgáskorlátozottaink, mozgáskorlátozottak egyesületének igen. asszony csapata, akikről el kell mondani, hogy nagyon készülnek és nagyon szeretik ezt ilyenkor. A gyerekekért igen. teszik tényleg, de már izgulnak, hogy minél szebbek legyenek azok a fánkok. Mona. És azért ez igen. a nagy teljesítmény attól a 8-10 hát, asszonytól, hogy ezt korán kelve megcsinálja. Fánkot. És természetesen polgármester úr is ott lesz, aki palacsintát fog sütni, és palacsintát fog kínálni a gyerekeknek ezen a napon. Tehát csupa-csupa finomsággal várjuk a kisebb-nagyobb kölköket, gyerkőcöket. Igen, igen. Tehát akkor mindig ez ingyenes program, kicsiknek és nagyoknak, 1-től 100 éves korig mindenkinek. Így van, ezt azért tegyük hozzá, hogy minden ingyenes, ami a igen. területen lesz. Néha, kivéve azoknál az árusoknál, a homokképfestéstől kezdve lehet, hogy lesz olyan, akik a portékájukat pénzért árulják, de ezek de hát azt már megszokhattuk, ellenyészőek, hogy és ehhez jön még a mi kedvezményünk, hogy azok a cégek, vagy azok a egyéni vállalkozók, akik itt vannak nálunk, és a területen árusítanak, tőlük ilyenkor a helypénzt kuponok formájában szoktuk kérni, és ezeket a kuponokat mi vissza is adjuk a gyerekeknek. Tehát vattacukor kuponokat, fagyi kuponokat, és kürtőskalács kuponokat osztunk ki azoknak a gyerekeknek, akik részt vesznek a programokban, és ilyen hát vagy ez... olyan módon, de játszanak. Tehát velük. Minden gyerek részesülhet, aki bekapcsolódik. Pontosan, így vagy úgy. Pontosan. Igen. Igen. Van-e még valami kísérő rendezvény? Kísérő rendezvény még a mozit mondanám el, jó. hogy ingyenes vetítésekkel a Szarvasi mozi az Országos Természet és Környezetvédelmi Filmnapok jó, tényleg, az már javában zajlik akkor, lesz ott igen. Lesz 3 napon keresztül, és a friss mozi műsort nézze mindenki, hiszen ott látható igazándiból, hogy milyen filmeket vetít a Szarvasi mozi ezen a napon 500 forintos jegyárakkal. Igen, igen, igen. Hát köszönöm szépen, Mónika, hogy ezt a nagyon-nagyon tartalmasnak, színesnek, gazdagnak ígérkező gyereknapi programot elmondtad. Tényleg, ha valaki kezébe veszi ezt a kis mini plakátot, azt mondja, hogy hát lehet, hogy még nem voltam, vagy rég voltam, de gyermekemet, unokámot, szomszéd gyereket elkísérem, mert fantasztikus, nagyon-nagyon színes lesz. Gratulálok a csapat egészének az összeállításhoz, és tényleg csak jó kedvet, meg jó időt. Jó időt és jó időt kívánunk mindenkinek. Aki nem jegyezte meg esetleg, vagy a részletes igen. információkat szeretné tudni, annak mindig el szoktuk mondani, hogy nézzék, kövessék a Facebook oldalunkat, igen. de a weboldalunkon is megtalálható, és minden iskolába kikerültek ezek a szórólapok, így amit van. Azért haza lehet vinni, és ez alapján pontosan. Összemazsolázni. Pontosan, és hát a város több pontján láttam már, ugye. Felhelyezve, nem beszélve az írott sajtóról, meg az online változatokról, és ragozhatom tovább, tehát mindenki, aki hallja, adja át, hogy idén is lesz eleven gyermeknap Szarvason, ez nagyon-nagyon fontos, és a legelején említettük ugye a sportszerűség kedvéért, hogy a Csaba Csürdiek nagy gyereknapi rendezvénye az már most 18-án indul, külön program szerint ez azért is fontos, mert Csaba Csürdiek is szeretik a szarvasi rendezvényeket, és miért is nagyon jó barátság, jó szomszédság. Egyébben még akkor is, hogyha ez elsődlegesen a szarvasi gyerekek gyermeknap. És ja? még néhány szervezetnek a nevét említsük meg, csak mert nyugodtan. Az előbb imént mondtad, hogy azért egy közös szervezés. Pontosan. És én nagyon szoktam
fontosnak érzem ilyenkor azt, hogy elmondjuk azoknak a szervezeteknek is a nevét, akik valamilyen módon részt vesznek abban, hogy hogyan bonyolítsuk le együtt ezt a szabású gyereknapot, és ki kell emelnem azokat, akiket már gyermekcsoportokként, civilként említettem, de rajtuk kívül itt lesznek a nagycsaládos egyesület tagjai, akik ilyenkor hozzák a saját játékaikat, a saját eszközeiket, és játszanak a gyerekekkel. Itt lesz a baráti kör, aki mindig elsőként jelentkezik a csapatával, hogy lebonyolítson egy eseményt, egy rendezvényelemet, és ők lesznek azok, akik a kis babos kendőjükben, majd a kézműves kuckóban üldögélnek a diákokkal. A diákokat említettem, és az iskolai közösségi szolgálatos diákok fognak hozzánk érkezni, és ez is fontos, hiszen ők is részesei ennek a programnak. A Hován Kálmán Művészeti Alapiskola diákjai és tanárait említsük meg, hiszen felkészítik a gyerekeket. Pontosan. Említsük meg a Juklub csapatát, a Civil Közösségért Egyesületet, hiszen ők is teljes mellszélességgel támogatnak is benne programokat, és hozzák is a programokat. És mind azokat, akiket már a mondandóm elején szervezeteket fognak, közreműködők itt vannak, és velünk lesznek, és a gyerekekért dolgoznak. Na, hát akkor így volt teljes kerek a mondandó. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és tényleg csak ismétlem magam. Jó kedvet, derült, vidámságot mindenkinek, a gyerekeknek boldog gyereknapi rendezvény, nagy élmény zuhatagot, és jó időt, meg még jobb időt. Május 25-én szombatra az Eleven gyermeknapra, Szarvasra. Kedves nézők, remélem, hogy röpke kis beszélgetésünk alatt sikerült mindannyiuknak kedvet csinálni a kimozduláshoz. Ha már 25-e, akkor bár még a pontos részleteket nem tudom, de ne felejtsük el, hogy május 24-én városunk néhai nagy szülöttjének tiszteletére, Lengyel Béla tábornok tiszteletére a Lengyel Palota falán egy katonai, nagyon-nagyon színpompásnak és kegyeletteljesnek ígérkező tiszteletadással, katonai tiszteletadással lengyel és magyar hagyományőrző honvéd egységek és hagyományőrző zenekarok jelenlétében Szent Mise celebrálása mellett állít egy lengyel-magyar közös pályázat eredményeképpen emléket, elsődlegesen ugye nem csak Szarvasáros közössége, de a Gál Ferenc Főiskola pedagógiai kara kezdeményezésére született ez a nagyon neves gesztus, úgyhogy a felnőttek sem tudnak előző napon unatkozni, de azért jöjjenek el a gyereknapra másnap, föltétlen, a unokákkal, gyerkőcökkel. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép esti órákat, nyugodalmas jó pihenést a legközelebbi viszontlátásig, amely nem holnap lesz kivételesen, hiszen a aranylábú ifjaink május 16-i budapesti összecsapása miatt, ugye ne felejtsük el, hogy az Magyar Amatőr Kupában a Lipóti Pékség szintén aranylábú ifjaival küzdenek meg a nemes serlegért, nem kisebb helyen, mint a Hidegkuti Stadionban május 16-án 16 órai kezdettel, ezért a testületi ülés is május 15-én lesz megtartva, aztán mi még, hogyha a tervek szerint minden jön, akkor május 15-én Zsófia napján jövünk Hodálik Pál a polgármester úrral, hogyha még belefér az időnkben élőben, hogy elmondjuk a legfrissebb városi fejleményeket. De a naptárba, mondanom legvégén megismétlem, mindenki jegyezze meg, hogy Eleven gyereknap, 2019. május 25, Szarvas, Grund és játszótér és környéke. Tehát további szép esti órákat, nyugodalmas jó pihenést, viszont látásig vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra.